Napi 1600 forintos kártalanítást is kaphat egy-egy rab, hogyha rossz körülmények között él a börtönben. Ilyen körülmény lehet például, hogyha zsúfolt a cella, nincs fűtés vagy világítás, illetve hogyha nincs elkülönített mellékhelyiség az árkában. A jogszabály 20 napja lépett életbe, de már 127 fogvatartott nyújtott be panaszt. Napi 2000 forint körüli kártérítést is kaphat egy-egy rab az államtól, ha a börtönökben az elhelyezési körülmények nem megfelelőek. Ugyanis ebben az esetben várható, hogy emiatt az államot jóvátételre kötelezné a strasbourgi bíróság. Most ezt a bírságot és költségeket oldották meg az új jogszabállyal. Ilyenek lehetnek a rovarirtás elmaradása vagy annak hiánya, a nem megfelelő szellőztetés, fűtés vagy a világításnak a hiánya. De akkor is kérhetnek a rabok kártalanítást, ha nincs elkülönített WC a cellákban, vagy túl zsúfoltnak érzik azt. Ezzel a lehetőséggel a fogvatartottak január 1-e óta élhetnek. Havonta átlagosan 40 ezer forintot kaphatnak, ami naponta 1200-1600 forint közötti összeget jelent. A mai napig, tehát január 20-áig, ezidáig 127 fő fogvatartott nyújtott be panaszt a alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatt. Ezeket a kárigényeket az illetékes törvényszékek büntetés végrehajtási csoportjainak bírái vizsgálják. Korábban egy rab azt nyilatkozta a tényeknek, hogy embertelen körülmények vannak a rácsok mögött. Tele volt bogárral az egész börtön. Reggel úgy néztem ki, mint a Michelin baba, úgy össze voltam csipgelve, és kérdeztem, hogy ez mi. És azt mondták, hogy nincsen semmi, majd kapok gyógyszert, stb., és akkor nem kaptam semmit. A férfi 2 évet ült börtönben testi sértés miatt. Őt poloskák és bolhák csípték össze. Az új jogszabály szerint, ha egy rab igényli ezt a kártalanítást, akkor lemond minden további kártérítési igényéről. A Magyar Helsinki Bizottságot tavaly nagyjából 1000 fogvatartót kereste meg az embertelen körülmények miatt. Jártam olyan zárkában, ahol 8 négyzetméteren vagy 10 négyzetméteren 6 személy volt elhelyezve, és gyakorlatilag ahhoz, hogy én belépjek az LK-be, az csak úgy tudott működni, hogy egyébként arra nem elkülönített WC-re tudtam leülni, ami az LK-n belül volt elhelyezve. Azt gondolom, ez mondjuk így extrém zsúfoltságot jelent. A kártalanítást egyébként az adott intézet parancsnokához írt levélben igényelhetik a rabok.